Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szondja, 21-én, szerdán reggel, júliusban. Kérem szépen, meleg nem enyhül. Bár otthon volt egy kis eső este, de hát sokat még jobban rátett a páratartalomra. Még elviselhetetlenebb. Itt nem volt egy szem se. Szerencsére a művezetőnek van annyi esze, hogy 4 óra felé, 4 órakor elenged minket haza. Az a helyzet itt egyébként valami furcsa módon, nem tudom, hogy miért, de itt a hőmérséklet tetőzése az nem délben van, mint Magyarországon, hanem olyan 2-3 óra körül. Akkor van a legmelegebb. Mi a fasz, nem tudom. De akkor van a legmelegebb. Délután 2 óra, 3 óra körül, az a legelviselhetetlenebb meleg. Én mondjuk el vagyok a légkondiba, de szerencsére olyan melón volt most tegnap is, mert gyakorlatilag amit itt vagyok, hogy az embernek, két embernek, amelyik itt van mögöttem, olyan nagyon sokat nem kell lapátolni. Tehát meg tudom csinálni úgy, hogy gyakorlatilag, ha nem is férek hozzá egy atna mögött, oda rakok, úgy oda tudom rakni, hogy egy kis elkócolják, aztán kész. Úgyhogy jobbára csak az árnyékba punyadnak, ugye nem kell csövet összerakni. De tennap is, amikor ott a trash-t telítettem, vagy ilyesmit, nem kellett nekik hozzányúlni. Behúzottak az árnyékba, azt ott pihettek. Úgyhogy most szerencsék van. Most szerencsék van. Hát ez van. Igazából nyár van, meleg van. Még itt Angliában is. Tény az, hogy itt azért nem fog kitartani hónapokig, meg egy hónapig, meg 3 hétig, meg stb. Itt egy hét, maximum 2 hét, ami szokott lenni, de az már nagyon maximum. Egy hét után azért úgy visszahűl. Sőt, éjszakánként is visszahűl a 18 fokra egyébként. Éjszakánként is visszahűl. Úgyhogy... Hát majd meglátjuk, milyen idő lesz ma, vagy mit csinálunk, nem is tudom, mit csinálunk. Fogalmam sincs, hogy mit csinálunk. Lehet, hogy aszfaltozni fogunk. Lehet, hogy aszfaltozni fogunk. Ja. Húha, de most már nagyon meleg van, és hát ez a baj egyébként, hogy akármennyire is ez ember nem tud izzadni, vagy hát izzad az ember, mint a ló, de nem tud párolni. Nem tud párolni az izzadság, csak folyik az izzadság az emberen, aztán szenved. Hú, az van, hogy lehet, hogy azt le kell aszfaltozni, amit tennap ottan elterítettem útban, na majd látjuk. Albán népzenével ma tele van a faszom, albán folklórral. Állandóan ez ordít a rádióból. Szép nyelvükkel egyetemben. Fú, ezek a szláv nyelvek. Ez az orosz, lengyel, bulgár, szerb, ez a szláv nyelvcsalád, ez valami rettenetes. Már általános iskolában is utáltam az oroszt. Van rettenetes. Tudom, hogy a mi nyelvünk sem szép. Mert a milyenké sem szép, ez tény. Na de a szlávokhoz képest még mindig valamennyire.
Még mindig valamennyire. Szóval az igazság itt a munkahely között, mint mondtam, nagyon-nagyon a szórás minden tekintetben. Ugye dolgoztam 2 hete, vagy nem, múlt hét előtt a héten, ugye dolgoztam egy hónapot Luton Dunstable kórházban. Az itt létem az egyik legjobb munkahely volt. 5-ig beért az öreg, 4 órán már otthon voltam, nem 4 órán leléptünk, 4-re már otthon voltam. Volt olyan neves egyszer. Marom egy jó munkahely volt, igaz a sarokból ki kellett harapni a poklot, kiharaptam a poklot a sarokból is. Oké. Okay. Tényleg, minden nap megköszönték a munkámat. Szuper hely volt. Utána elmentem ide erre a Watfordba, ahol a nagy kobákóval dolgoznak, ott a szintet kellett szedni a nagyon pontosan. 3 napot dolgoztam ott, nagyon jó munkahely volt, jó gép volt, stb. Oké. Okay. De csak a kötelezőt írták, 8 és fél órát. 8 és fél óra, annyit a kötelező beírni. Ugye a legtöbb cég már beírja 9 órát, mind a két szünetet fizeti, de ott csak a kötelezőt írták, ezért nagyon nem lelkesedtem érte, de szerencsére 3 napnál tovább nem voltam ottan. Viszont most ide kellett jönni, itt viszont a 9 órát beírja a művezető, nagyon jó hely, nagyon jó a két bolgár, akivel dolgozott, nem lusták, megcsinálnak mindent, tényleg. És a művezető hozzá se szól az emberhez. Tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon fasz a srác, most ebben nagy melegben elenged 4 órakor, viszont beírja 9 órát, viszont messze van, 60 kilométer. Tehát az igazság, hogy nehéz azt mondani, hogy most ez a jó, az a jó, amaz a jó. Ilyen is, olyan is. Ilyen is, olyan is. Aztán az egyik ezért jó, a másik azért jó. Voltam már olyan munkahelyen, ahol semennyit nem akartak, tehát csak még a kötelezőt sem akartak beírni. Csak 9 órát ott voltam, aztán 8 órát akartak beírni. Holott a két szünetből, a munka törvénykönyve szerint a két fél órás szünetből egyet kötelező fizetni. Ugye Magyarországon általában egy fél órás szünet van délben, azt sem fizetik. Nem tudom, hogy most mi a helyzet, de hát nem tudom, hogy a munka törvénykönyve hogy rendelkezik ebből a dologban, de amíg én 30 évet lenyomtam Magyarországon az építőiparba, soha nem fizették azt a fél órát, ami az ebédidő volt. És ott az egy ebédidő volt, fél óra. Ez a hármas tagolás, ami itt van, hogy 10 órakor megállunk fél órára, meg 1 órakor megállunk fél órára, és ilyen a szünetek között, tehát reggel 8-kor elkezd az ember dolgozik 2 órát. 10 óra megreggelizik. Fél 11-től 1 óráig 2,5 óra. Eltelik az is viszonylag hamar. Megint egy szünet. Aztán fél 2-től, ha 5-ig vagyunk, tegyük fel a végéig, az körbe azt mondja, az 3,5 óra. Az is eltelik. De ez a legjobb tagolás egyébként, tehát ennél jobbat nem lehet kitalálni. Ennél jobbat nem lehet kitalálni, mert ez sokkal hatékonyabb munkában, mint amikor egy megállás van délbe, aztán délután 3 óra felé az ember már beleszalik, a többség. Szóval, meg 10-11 óra felé már azt lesz, hogy mikor van dél. Délután meg 3-kor már van, mikor van vége a munkaidőnek. Itt nem, itt azért nem, itt sokkal hatékonyabb a munka úgy,
hogy ez a hármas tagolás megvan. Sokkal hatékonyabb. Nagyon érdekes egyébként. Két-három órát az ember egyfolytában ledolgozik, és az úgy rendben van. Akkor meg szusszal egyet, aztán vagy megint van egy szünet egy órakor, vagy megyünk már haza, amit 5 óra, vagy fél ötkor már szed előszönnek azért még, ha ötig is dolgozunk, de fél ötkor már szed előszönnek össze. Mindegy, lényeg az, hogy egy ilyen két-három órás intervallumokat sokkal könnyebb ledolgozni, mint 5 órásokat, amikor csak mondjuk délben van szünet. Ugye 7 órakor kezdtünk annak idején, emlékszem rá, 7 órakor kezdtünk, az 7-től délig nyomni, aztán utána fél 1-től megint 5-ig, meg sem közelíti azt a hatékonyságot, amelyen itten dolgoznak az emberek. Meg sem közelíti. Egyszerűen az emberi természetből így adódik, így könnyebben viseli a monotonitást, a munkaterhelést könnyebben viseli, ha két-három órás szakaszokra van bontva. Egyébként. Ez itt nagyon-nagyon jól van kitalálva. Nagyon jól van kitalálva. Na jó, hát ennyi egyelőre. Rosszok lehetett már egy garázsbejárót kiszedni szintre. Olyan kibaszott lehetetlen helyen van, olyan szintűrökkelyek vannak, hogy nem tudok éppen megállni egyenesen.
fordít, fordít el. Fordít. Mi ebre. Like
Faszomba lesz ez. Nem tetszik. Nem tetszik. Valami tempó sem. Valami legyen. Lehet a direkt. Thank you.
osztad meg faszocsávom, azon a húvig oda, hogyha valami látja, hogy tud segíteni.
nem tetszik, ez nekem kérem szépen. Csinálja magának egy fészket, egy viszonylag viszintes helyet, ahonnan tud dolgozni, mert a Ferdinál akkor megbasztak. Nem olyan szép.
Szépen a saját készítésű szendvics. Csávon, nem tudtam megjegyezni a nevét, mondtam, hogy írja ide fel a újságra. Ember nem tudja memorizálni. Plomen, az nem, hogy Plomen. A másik a Konstantin, az rendben van, az még valamennyire érthető, de Plomen. Na, ez olyan, mint a lengyel, ahol hogy hívja, Przemek. Nem mondom, bazd meg, fasza. Przemek. Fasza. Na, kérem szépen. Tehát ez olyan ez a szendvics, hogy van egy ilyen paprikás sajtkrém alul, azon van két szelet füstölt sajt, és egy ilyen csirkemell és töltött csirkemell szerűség. Elő kell vennem az új bicskámat, úgy látom. Kérem szépen, bemutatom új bicskámat. Azt mondja, hogy Camillus Titanium Carbonitrát, vagy mi a bánat. Kérem szépen, azért kell róla tudni, Titanium, igen. Carbonitrid Titanium Camillus. Azért kell róla tudni, hogy ha valaki esetleg ért hozzá, vagy utána néz, akkor VG10-es acélból van. Ez egy egyedülálló keménységű acél. És az értartósága is olyan. Remélem, hogy fel tudom várni. Megjelni, mert nem fogom tudni. Na. Remélem, ezt nem hagyom most már el egy kamar. Más rögzítést találtam neki. Tudom.
ha a VG 10-es acélból van, ami valami egyedülálló, acél minőség. Majd látja, hogy gyakorlatban hogy viselkedik. Kicsit alább hagyott áll meleg, mondom is sokkal.
Yes, sir. We don't need them now. Yes, sir. Thank you.